Hogy mi az első három lépés, ami egy új élethez vezet? Én azt mondanám, az új élethez az első a figyelmesség. Legyél figyelmes. Ez nem azt jelenti, hogy a buszon át kell adnod a helyedet az öreg néniknek. Ez udvariasság. Ez egy gesztus. A figyelmesség az, hogy figyelmes vagy arra, hogy te mit csinálsz, hogyan élsz. Megfigyeled magadat, megfigyeled a környezet és a te viszonyodat. A második, a felfedezett viszonynak a megváltoztatása. Ismerd fel, hogy ha valamiben másképp tudnál élni. Tehát ismerd fel azt, hogy például nem hallgatsz meg türelemmel valakit, akkor nem kell a másikat megváltoztatni, hanem te magadat változtass meg, és legyél türelmesebb. A harmadik lépés, hogy kezd el meglátni a jövődet, hogy mit szeretnél. Vágyként, ne célként, ne célt tűzzél ki. Tudom, hogy nagy divat célokat kitűzni, tudom, hogy nagy divat kiírni, hogy céltudatos vagyok, meg stb. A cél az lekorlátoz téged, és bilincsbe ver. A vágy felszabadít. A vágyal bármerre elmehetsz, a vágy az kiteljesíti az életedet. És a vágy az teljesíthető, a cél az nem minden esetben. Úgyhogy legyél figyelmes, fedezd fel a viszonyokat, és kezdjél vágyni. Mi legyen akkor az a kérdés, amire válaszolunk? Hát mondjuk egy olyan, ami tegnap kimaradt a live-ból. Jó, tegnap kimaradt egy csomó kérdés a live-ból, tehát az jó lenne tényleg megválaszolni. És mi lenne az, ami a leginkább érdekes az embereknek, a legsürgősebb? Azt többen is kérdezték, hogy ilyen energiahiányos állapotból hogy lehet kikerülni. Aha. Jó, hát ismerünk néhány embert azért a baráti körben, akik erősen energiahiányos helyzetben vannak, és nagyon le vannak lassulva, nem csak másokhoz képest, hanem a saját életükhöz képest, és ez egy komoly probléma, nem csak a fiatalok körében, hanem az idősebb generációban is. De bármilyen korosztályban vagyunk, akkor is dinamikusan kell tudjunk élni. Az élet az maga a dinamika, maga a változás és a mozgás, tehát ezzel kell kezdeni valamit. Na nézzük, hogyan lehet kitörni ebből az egészből, hogyan lehet megoldani azt a problémát, ami egy egészséges embernél csak egy-egy napra jön elő, de valakinél ez már hetekig, hónapokig, vagy akár évek óta is tart. Ha ebben az állapotban vagy, azt mondanám, hogy rögtön kezdjél el mozogni, rögtön kezdjél el csinálni valamit magaddal, de ezt tervezetten meg kéne előzze egy pihenés. Nem hosszú pihenés, egy rövid pihenés. Holnap föl kell kelni 7-kor, reggeli fürdés, ahogy akarod, és 9-kor hozzáfogsz ahhoz a dologhoz, amit szeretnél. El kell teljen 2 hét, és a 2 hét alatt minden nap tervezetten csinálnod kell valamit. Nem lehet kivétel. Ezt a szabályt meg kell hoznod magadnak, és nem szabad ellentmondja. Nem lehet azt mondani, hogy jó, ma nem csinálom, majd holnap csinálom, mert ezzel telt el az elmúlt 2 év, vagy 2 hónap, kinek mennyi. Hanem abban a 2 hétben be kell programozzad saját magadat, hogy te aktivizálod magad minden egyes nap. Elmondok egy történetet saját magammal kapcsolatban. 20 éves lehettem, és hozzászoktam ahhoz, hogy minden délután lefeküdtem aludni. Nem volt indokolt az, hogy aludnom kell, hanem egyszerűen hozzászoktam ehhez. Nagyon egyszerű a megoldás, nem feküdtem le délután aludni többet, legalább egy 5 éven keresztül. Egyszerűen eljött az álmosság, nem kávéztam soha, és ébren maradtam. Kibaszott szar volt, nagyon fájt, nagyon fáradt voltam, ásítoztam, kellemetlen volt, társaságban, mindenhol kellett, de ezt föl kell vállalni, ezt a kellemetlenséget. Eltelt egy hét, már nem kívántam az alvást, de még ott volt reflexzerűen, hogy,
hogy lefekszem. Eltelt két hét aztán, tehát kb. Egy három hét múlva egyáltalán nem kiváltam az alvást. Egész délután pörögtem, sőt, hajnalig pörögtem, és csak azután aludtam, és bőven elegendő volt az a pihenés, ami normálisan is elegendő volt. Tehát hogyan tör ki ebből az energiátlan állapotból? Első lépés, tervezd meg, hogy holnap mit fogsz csinálni. Ahogy most megnézted a videót, már holnapot kell megtervezzed. Reggel 7-kor keljél a holnapi napon. Reggeli programmal kezdjél, és az egész napodat építsd föl úgy, hogy este 6-tól jön a szórakozás. Oké, szerezd magadnak egy sportot. Találj ki magadnak, hogy mit szeretnél sportolni. Mozogjál. Az is elég, hogyha este 6-kor azt mondod, hogy most vége a munkámnak, és este 6-kor 2 órát elmész sétálni. Vagy egyet. Mindenképpen sétáljál tervezetten, és tudjad, hogy utána mit fogsz csinálni. Ezt minden napra tervezd be. Oké, megtervezted, tehát első lépés megtervezed. Második lépés, aznap rakjál be egy mozizás, vagy bármilyen szórakozást, vagy egy beszélgetést a haverokkal. Este lefekszel. 10-kor mondjuk, nem kell 8-kor, mert álmatlanul fogsz aludni. 10-től 7-ig bőven elegendő aludnod. Reggel fölkelsz, és 2 hétig ezt csinálod folyamatosan. Egyetlen napot sem hagyhatsz ki, se szombatot, se vasárnapot, semmit az égvilágon. 2 hét múlva folytatod, csak 2 hét múlva már nem fogsz szenvedni. Energetizálódni fogsz, a szervezetet be fog programozódni, hogy normális életet éljél.